Kedves végzős diákok, kollégák, szülők! Iskolánk fennállásának több mint fél évszázada alatt nem volt ehhez hasonló rendkívüli helyzet. A ballagási ünnepség ismerőben más, szokatlan, de szerencsére a 21. századi technika lehetővé teszi, hogy méltó módon tudjunk elköszönni tőletek. Számotokra idén a búcsú, iskolánktól, tanáraitoktól, társaitoktól sajnos nem történhet hagyományaik szerint. A digitális oktatás lehetőségével élve, utolsó babicsos hónapjaitok alatt is kapcsolatban voltunk, és új felületen, új módszerekkel igyekeztünk veletek együttműködve, tudásotokat elmélyíteni, szintetizálni az érettségi előtti hajrában. Mégis a korábban ballagókhoz képest ti talán most más szemmel néztek a sokszor nyűgnek érzett tanórákra, foglalkozásokra, hiányzik a közösség, az együttlét, a testbeszéd, a tekintet értelmező segítsége, bátorítása. Ugyanakkor azt is megtapasztalhattuk, hogy a babicsos közösség nehezített pályán is működik. Nem kis erőfeszítéssel, de felnőttünk a feladathoz, ti pedig méltó partnerei voltatok ebben, mint tanáraitoknak, mind egymásnak. Itt is köszönöm valamennyi kollégám áldozatos munkáját, nektek ballagó diákok pedig azt, hogy a megváltozott körülmények között is felelősségtudattal készültetek az órákra és az előttetek álló érettségire. Minden ballagás lezárását jelenti egy korszaknak. Ez az év azonban nem csak a ti, hanem az egész világ életében fordulópontot jelent. A világhírű magyar hálózatkutató Barabási Albert László szerint most kezdődik a 21. század. Valami hasonló a helyzet most, a 21. században, mint a 20. században az első világháború előtt. A világjárvány átírja a történelmet, ami ezután következik, az lesz az új, normális. Az átalakulásnak pedig ti, a ti generációtok felelős résztvevője kell, hogy legyen. Ha úgy jövünk ki ebből a válságból, hogy nem tanulunk belőle, ha nem vagyunk képesek átvinni az előrelátás, proaktivitás képességét, akkor a sok szenvedésnek semmi értelme sem volt. A tudomány nyilvánvalóan felértékelődik, új tudományágak alakulnak, válnak fontossá. Néhány tudóson kívül kevesen gondoltak arra ezelőtt két hónappal, hogy a sünök, kullancsok és denevérek kórokozóinak elemzése vagy a járványterjedés matematikai modellezése hasznos lehet. Úgy gondolom, hogy a Babics gimnáziumban 4 év alatt megszerzett tudás és kompetenciák jó alapot biztosítanak nektek a továbbtanuláshoz, magatokkal tudjátok vinni a folyamatos önfejlesztés igényét, a kihívásokhoz, új helyzetekhez történő alkalmazkodás és együttműködés képességét. Erre nagyon nagy szükség lesz a jövőben. Ez a rendkívüli időszak időben előrehozta, talán előrevetítette a ballagás utánszokásos helyzetet. Személyesen ritkábban találkoztatok, találkoztunk, és mégis szoros kapcsolatban maradtunk. Lélekben nem távolodtunk el egymástól. William Friedkin, az Oscar-díjas amerikai filmrendező szavaival, a jelen történései arra is intenek bennünket, hogy vegyünk észre és becsüljünk meg minden látszólag jelentéktelen, az életünk részévé lett helyet, tárgyat és személyt. Fogjuk fel, hogy az élet ajándék, és akikkel a sors összeköt, olyan értékei vannak, melyeket tudnunk kell felismerni és értékelni. Kedves tanítványaink! Mindannyiotoknak türelmes készülést, a rendhagyó körülmények ellenére is a vizsgákon való sikeres szereplést kívánok, és végül köszönöm osztályfőnökeiteknek, helyetteseiknek, valamennyi benneteket tanító kollégámnak, lelkiismeretes, áldozatos munkáját, szüleiteknek, családotoknak pedig azt, hogy nem csak mellettetek, de az iskola mellett is álltak. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru. Republic.
Miami, Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador too, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana and still, Guatemala, Bolivia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, French Guiana, Barbados, San Juan, Norway and Sweden, and Iceland and Finland, and Germany now on peace, Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece, Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman, Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq and Iran, there, Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Belgium, Bahrain, Bahrain, the Netherlands, Luxembourg, Belgium, Portugal, France, England, Denmark and Spain, India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal and Bhutan, Cambodia, Malaysia, the Bangladesh, Asia and China, Korea, Japan, Mongolia, Laos and Tibet, Indonesia, the Philippines, Islands, Taiwan, Sri Lanka, New Guinea, Sumatra, New Zealand and Borneo and Vietnam, Tunisia, Monaco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeria, Ghana, Burundi, Lesotho, Malawi, Togo, the Spanish Sahara, is kedves ballagók, tisztelt szülők, kedves vendégeink, kollégáim! Tisztelettel köszöntök mindenkit gimnáziumunk eme történelmi pillanatában, az első és reményeink szerint egyetlen online ballagásunkon. Amikor a tanév tervezésekor megbeszéltük a feladatainkat, úgy határoztunk, hogy az idén én is szólok néhány szót a végzőseinkhez. Leginkább azért, mert magam is ezzel az évfolyammal érkeztem az intézménybe. Tanítok ennek az évfolyamnak a D-osztályában, és ez mindig egy kicsit más kötődést is jelent. Beszéltem volna arról, hogy milyen várakozásokkal érkeztünk ide 4 évvel ezelőtt. Beszéltem volna arról, hogy hogyan sikerült beilleszkednünk a Babics tereibe, szellemiségébe. Beszéltem volna arról, hogy melyikünknek mennyi időbe tellett, akár bekötött szemmel is eljutni az illatok után a menzára. Beszéltünk volna természetesen, ahogy egy decens igazgatói beszédhez illik, az elért eredményekről, a tanévek szép pillanatairól. Az élet azonban felülírta ezt is. Így aztán e nem hagyományos ballagás, nem hagyományos igazgatói beszédében én egyetlen képet idézek fel csupán az elmúlt 4 évetekből. Meglehetősen szubjektív módon azt az egyetlen képet, amiről nekem most már végérvényesen ez az évfolyam fog eszembe jutni. A szalagavató bálotoknak azt a pillanatát, amikor önfeledten, teljesen fölbontva az osztálykereteket, bésektől a gésekig, együtt összeülekezve táncoltatok. Jó volt látni, hogy évfolyam szinten is egy közösség vagytok. Kedves ballagóink! Sok minden van már mögöttetek, de a lényeg, a legfontosabb dolgok még rátok várnak. És itt nem is elsősorban az érettségére gondolok, hiszen ma, ebben a pillanatban, amikor ezt a beszédet fölvettük, még semmi nem tudható biztosan. A lényeg számunkra most sokkal inkább az, hogy ti vagytok az a nemzedék, aki ennek a rémes másfél hónapnak a tapasztalatait felhasználva másképpen tudjátok formálni a jövőt. Nem csupán a sajátotokét, de reményeink szerint a miénket is. Ebben a jövőben benne van digitális világunk minden csodája és vívmánya, de benne vannak azok az emberi kapcsolatok is, az a közösség, aminek a hiányát ti ebben a másfél hónapban megtapasztaltátok. Hiszen hiányoztok egymásnak, hiányoztok nekünk, és reméljük, hogy egy kicsit mi is hiányzunk nektek. Másfajta prioritásokat tapasztaltunk meg ebben az együttes magányban, emlékezzetek erre a jövőtök építése során.
Kívánom nektek, hogy tegyétek szebbé és élhetőbbé a világunkat. Lássátok meg benne a csodát, tudjátok megragadni, tudjátok megtartani azokat, és alkalmasint megosztani másokkal. Vegyétek sikeresen az akadályokat, tudjátok okosan irányítani a sorsotokat. Bízom benne, hogy kollégáimmal együtt, akiknek itt köszönöm meg a segítő támogatását, hozzá tudtunk járulni sikeres jövőtök építéséhez. Legyetek boldogok, a tantestület nevében kívánom, hogy legalább annyi boldogságot kapjatok, amennyit adni tudtok életetek során. Induljatok hát utatokra, másokra is figyelve, szüleitek és tanáraitok támogatásának birtokában, viszontlátásra, kedves diákjaink! Kedves ballagó diákok! A következő idézet most sokunk gondolatait foglalja össze. Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie. Akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól. De a befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Ma búcsút intetek mindennek, ami kényelmes volt, mindennek, ami ismerős volt. Gimnáziumi éveitek alatt 720 napot töltöttetek az iskolapadban, és körülbelül 4320 tanórán vettetek részt. Ezek csak számoknak tűnnek, de nektek életetek meghatározó pillanatai voltak. Ezeken az órákon tanultátok meg a logaritmust, azt, hogy mi az az adenozin trifoszfát, és az 1848-as forradalom részleteit. Tervekkel, álmokkal, vágyakkal álltok most itt, és talán még nem értitek, mi értelme volt az elmúlt évek erőfeszítéseinek. Azt, hogy miért volt az a sok tanulás, próbatétel és kihívás. De nem baj, ha ezt így érzitek. Többet kell ahhoz élnünk és tapasztalnunk, hogy igazán felismerjük az iskola, a műveltség, a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét. 4 éve még ti díszítettétek a folyosókat, ti gyűjtöttétek a virágokat, és ti vártátok legjobban, hogy hazamehessetek. Most itt vagyunk újra, értetek szól a vallagási dal, és titeket ünneplünk. Egy új világ nyílik most meg előttetek. Reméljük, hogy sikerült elérni, hogy megforduljon a fejetekben. Milyen jó lenne még csak 11-esnek lenni? Kívánjuk, hogy a nagybetűs élet útján igazodjatok, és megőrizzétek az ifjúság 3 nagy ajándékát. Az értelmet, a szépséget és a mosolyt. A jelenlegi helyzet mindannyiunk számára nagyon nehéz, de legfőképpen nektek, érettségizőknek az. Nem csak az oktatási rendszer változott meg, de teljesen felfordult az egész eddigi életetek. 6 héttel a megszokottnál korábban ért véget számotokra a tanév. Hirtelen lettetek elszakítva barátaitoktól, iskolatársaitoktól éppen ebben a nehéz időben, amikor a fiatalságotok egy korszakát készültetek lezárni. Tele lehettek kérdésekkel és félelemmel. Ez az idegeket felőrlő megmérettetés olyan lelki terhekkel is járhat számotokra, amelyekbe bele sem gondolunk. Elmarad a megszokott szerenád, ballagás és búcsúzkodás, ami talán sosem lesz már megtartva. Nekünk ezek apróságoknak tűnnek, de hiszem, hogy nektek maradandó élményt biztosítottak volna. Mindannyiunk nevében kívánom, hogy a maximális tudásotokkal tudjátok megírni az érettségit, ami egyben a felvételi az általatok kiválasztott egyetemre. Engedjétek meg, hogy beszédemet egy idézettel zárjam. Elbúcsúzom, de ott leszek. Ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat. Köszöntelek benneteket, kedves osztálytársak, évfolyam és diáktársaim, és önöket is tisztelt tanáraink.
Azzal kezdeném, hogy valaki igazán szólhatna már egy infós ismerősének, hogy telepítse újra ezt a 2020-as évet, mert ez a verzió igencsak vírusos. De elsősorban most nem ezért vagyok itt, hanem azért, hogy megköszönjem nektek és önöknek az elmúlt 4 évet, amely életem, és bátran mondhatom, hogy mindannyiunk életének meghatározó része marad örökre. Így az érettségi előtt szeretnék stílusosan egy olyan költővel búcsúzni, akivel vannak közös vonásaink, ő Ady Endre. Aki elveszte az életet, igyekezett kihasználni a lehetőségeit, mint ahogy mi is szeretjük a vidámságot, ha lehet nem mondunk nemet a bulikra, és az évek során rengeteg szerelem szövődött az iskola falai közé, melyek közül egy-kettő még ma is tart. De mindenek felett abban hasonlítottunk rá, hogy zseniálisak voltunk. Számunkra most adatik meg a lehetőség, hogy ebben a nehéz helyzetben is mosolyal az arcunkon, és persze tudással a tarsolyunkba az érettségén bizonyítsuk ezt. A Ballagások egyik kedvelt verse, az Üzenet egykori iskolámba című mű, kicsit átformáltam és magunkra szabtam, hogy még inkább nekünk szóljon. Március eleje volt, s újjongtunk, nincs tovább. Most jártak szabad lelkű örömök, de nem sejtettük, hogy nem lesz búcsú, se szerenád. Elcsitult a jókedv, förgetek, s helyére ült a döbbenet, némaság, hisz mellettük a történelem csörtetett. Ez csak egy ideiglenes búcsú, nem lehet más. A rengeteg élmény, melyet együtt átéltünk, emléketek ma is milyen csodás. Hűs harc az élet, és megélni szép. Rajtunk a sor, hogy mit kezdünk vele. Éljen hát az online osztályközösség. De nem csak mély gondolat kell nekünk, hisz tőlünk zengett az egész iskola. S tudta mindenki, hogy milyen jó a kedvünk. Én iskolám, köszönöm most neked, bár sokszor nem értettünk egyet, mégis együtt élveztük a tini éveket. Sok mindent megtanultunk, szeretni az embert és küzdeni. Ha a felét megragadjuk, már jó úton haladunk. Május sincs, s nagyon magam alatt vagyok, nagyon nehéz bevallanom, de hiányoznak az iskolapadok. Először ürültünk, ez az, végre vége, visszatekintve nem is volt olyan rossz, lehet befizetnék veletek még 1 évre. De sok kihívás vár ránk, hisz előttünk az élet, ha az ember az marad, ami volt, sohasem kell, hogy bármitől is féljen. Ezúton szeretném megköszönni tanárainknak a felkészítést, a sok-sok segítséget és a rengeteg türelmet. Szüleinknek azt, hogy mindig bíztattak, támogattak bennünket. Végül köszönjük meg egymásnak is, hogy felejthetetlenné tettük magunk, és reméljük mások számára is ezt a 4 évet. Kedves ballagó diákok, barátaink! Mindenekelőtt engedjétek meg, hogy elsőként köszöntsenek benneteket öreg diákként. Bizony, elteltek a tanuló évek, és az iskola elhagyásával ti is az öreg diákok közösségéhez tartoztok. A Babics Kovalev baráti kör hagyományos elismerése a Pro Gimnázió díj, melyet egy olyan diák érdemel ki, aki jelentősen hozzájárult az iskola, az Alma Mater, a Babics Gimnázium hírnevének öregbítéséhez. Örömünkre szolgál, hogy igen erős csapat alakult ki az elmúlt 4 év során, és a tanulmányi, sport, a közösségi élet területén nagyon sokan segítettétek a Babics hírnevének fenntartását. Köszönjük! Különösen a ballagás ez a mostani. Mondhatnánk, miközben valljuk be, mindannyian nap-nap után újabb és újabb kihívásra találkoztunk az elmúlt 4 év során. Ezekkel néztünk szembe, és eddig minden sikerült, egészen biztos, hogy ezután is sikerülni fog. Bízunk benne, és tegyünk meg mindent azért, hogy ez a néhány hét, néhány hónap és egy jól teljesített feladat maradjon. Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra. A közelgő érettségihez sok sikert kívánunk, hajrá Babics! Sziasztok végzőseink! Az elmúlt 4 év során felnőttetek. És most elhagyjátok a Babicsot. Fontos a lezárás, hogy érezzétek a végét ennek a szép időszaknak. Mely alatt barátokat, szerelmet, rengeteg tapasztalatot és élményt szereztetek. Mindez persze nem fejeződik be. Hiszen erről szól az élet. Csak új közegben folytatódik tovább. Azt szeretném, hogy boldogok legyetek. Hogy lássátok, mennyi lehetőség áll előttetek, és hogy tudjátok, bármire képesek vagytok. Gondoljátok át az elmúlt 4 évet. Jót és rosszat egyaránt. Minden jó emlék egy ok arra, hogy boldogok legyetek. És minden rossz egy lecke, hogy mit ne kövessetek el újra.
ne bánkodjatok, ha valami nem úgy történt, ahogy azt vártátok. Mert ha nem így lett volna, most nem lennétek itt. És nem így. Ki ne szeretné hallgatni szülei középiskolás sztoriait? Az egykori diákok összegyűlnek, immár családos túl. Mert összetartja őket a 4 év köteléke. Gyerkőceik mosolyogva hallgatják a szüleik beszámolóit arról a bizonyos osztálykirándulásról, felelésről, vagy tanárról. Sokszor nem is értik, mi a lényeg, de tetszik nekik, hogy a felnőttek így élvezik a mesélést. Aztán az apró nép felnő, középiskolás lesz, és újra hallgatja a felnőtteket. De most már érti, és tudja, hogy mennyi élmény rejlik ezekben az években. Valamennyien ilyen gyermekek voltunk, és ilyen felnőttekké válunk. Erre biztatlak titeket is, hogy évek múltán is jó szívvel gondoljatok vissza középiskolás éveitekre. Karrierrel, családdal és emlékekkel a hátatok mögött. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. You wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of my system. Yeah, right from the start, you played with my heart. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me. Kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél.
felszáll, én csendben figyelem. Telik az idő, de nem késő még tám. Pár napa vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtöttél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Oh.
nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni. Kezdjetek szeretni, kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diét. Minek őre menni, kezdjetek szeretni. Jó is sötétnek boldog nézni, hosszú, mint távoli csillagot idézni. Ülni, fázni, semmi elvélázni. Tavasz esőben, olykor főrigázni. De lesz az enni, hangosan szeszni. Remegni a félek, érezni, élni. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni. Az utolsó órában, mikor már megbántam. Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet. Kezdjetek el élni.